kalandos úton megtalált Ferrarikról beszélgetünk a következő percekben meghívott vendégeinkkel, Zsász Dániellel, a Total Car újságírójával és Malovecki Miki műsorvezetővel. Jó reggelt kívánok, szevasztok! Jó reggelt! Jó reggelt! Te nagy autóimádó vagy, Miki, azért azt tudjuk meg, szerkesztettél autós magazint is. Először nyilván azért tisztázzuk meg a történetet, hogy mi történt. Tehát ugye Spanyolországban kedves úriemberek kibéreltek Ferrarikat, aztán úgy gondolták, hogy nem kell azt visszavinni, el is lehet adni. De hogyan lehet egy ilyet lebonyolítani, egy ilyen tranzakció? Hát én úgy tudom, hogy ezt teljesen klasszikus módon végezték. Ugye bárki kölcsönözhet autót az Európai Unió bármely országában. Vannak csak ritkábban olyan cégek, adod el a kölcsönzött autót. Vannak olyan cégek, amelyek kifejezetten exkluzív autók bérbeadásával foglalkoznak, ilyen cég egyébként Magyarországon is van, és ezeket a Ferrarikat még nem adták el. Ezeket tudomásom szerint Magyarországon pihentették, és gyanítom, hogy nem is Magyarország volt a végcél, mert ezeket a nagyértékű autókat nem ritkán tovább viszik mondjuk Ukrajna vagy Oroszország felé, legalábbis ki az Európai Unióból, ahol bizonyos körözési rendszerek már nem működnek úgy, vagy nem működnek egyáltalán, amelyeken ezek az autók fennakadhatnak. Viszont odáig eljutott a csalás, vagy a lopás is utána a csalás, hogy mind a két autónak átütötték a vászszámát, és lapattintották róluk azokat a kis egyedi azonosító táblákat, amelyeken van egy másik sorozatszáma a Ferrariknak, hogy ezek kisszériás autók, és szerepe rajta annak a szerelőnek a neve, aki felügyelte a teljes építési folyamatot az autóknak, hiszen az alapján is vissza lehetett volna keresni, hogy valóban ez a vászszáma az autónak vagy sem. De ez tényleg ennyire egyszerű, gyerekek? Hát mikor, amikor te behozattad a Ferrari-dat így ugye illegális úton, igen. Hogy ez tényleg ennyire egyszerű, hogy egy akár 60-80 millió forint értékű autónál leütögetem a vászszámot, meg lekaparom róla a szerelő nevét 2017-ben, hát hogy működhet ez a gyakorlatban? Hát, tudod, mi a döbbenet? Szerintem ezt a Dani is jól meg tudja erősíteni, hogy szinte mindent ellopnak. Érted? Tehát, hogy szinte mindent. Hát ott volt ugye a példa, amikor a híres futballistának Eto'nak az egyedi Continental GT-jét fogták meg, úgyhogy a neve bele volt hímezve az egészen kezdve. Hogyha esetleg a nézők nem tudnák, hogy úgy bukott le a határon a tolvaj, hogy az Eto'nak a Bentley-e vagy milyen volt? Egyből Continental GT volt. Igen, hogy a fék tárcsájába bele volt írva az, hogy Eto', a neve, és a határőrnek feltűnt, hogy Eto, hát az, mintha a Barcelonának lenne a labdarúgó, tehát ennek ellenére is eljutott azért a határig egy ilyen autó. Hogy lehet az, hogy ezt meg lehet valósítani a gyakorlatban 2017-ben? Hát szerintem itt is az érvényesül, mint mondjuk ugye az infokommunikációban, hogy annyi autó van, hogy a nagy számok törvénye alapján azért csak átcsúszik. Igen, de ezekből kevés. Hát ugye most látjuk közben a felvételeket. Hát azért nem egy egy-kettes benzines háromhengeres autó. Ezekből a modellekből olyan nagyon-nagyon kevés nincsen. Tehát azért össze lehet velük futni, tehát mondjuk mit tudom én, ha elmész mondjuk Monte Carlo-ba, ott nem kunsz egy ilyen autó. Ugye az egyik egy Kalifornia, a másik pedig egy 458 Itália volt, amikkel azért szembe-szembe lehet találkozni, ha Svájcba kimész, ha Németországba, tehát nem annyira nagyon exkluzívan, nagyon-nagyon minimális darabszámú autók, mondjuk egy LaFerrari-ban már nehezebben birkózol meg, hogyha így lopásról van, de szerintem még azt is bepróbálnak. De ezek a saját lábukon mennek ki az autók, vagy trélerre lakják? Tehát azért nyilván, amikor odállhat, csak megnézik azért az unió határán. Ez eset hogy... egyébként engem arra emlékeztet, amiről tavaly februárban írtunk a totalcar.hu-n, amikor a környező országok rendőrségeivel közösen a magyar rendőrök egy összesen 1 milliárd forint összértékű autós lopás csalás sorozatot lepleztek le. Ez egy teljesen bevett módszer. Akkoriban hajléktalanok nevére béreltek ki, főleg Németországban és Ausztriában mindenféle nagyobb értékű autókat. Ferrari nem volt köztük, ha jól emlékszem, de BMW-k, Audi-k, Mercedes-ek azok bőven. És ezeket az autókat egyébként részben itthon adták tovább, átütött számokkal, és az a probléma, hogy amikor ezeket az autókat viszont értékesítik, akkor, és utána megtalálja őket a rendőrség, mert mondjuk megtalálja annak a nyomát, hogy az ilyen és ilyen vászszámú autót erre és erre ütötték át, és akkor a nyilvántartásból ki lehet keresni, és hol van az autó, azt egyszerűen begyűjtik. Hát gyerekek, az a szerencse, hogy az a veszély nem fenyeget, hogy Ferrarit vásároljak, így ilyen problémám nem lesz, köszönöm. De a te autód sincs biztonságban. Igen, köszönöm szépen. Viszont. Ciao. Viszont.